A Szerencsi Rákóczi Zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskola aulájában szülők, rokonok, ismerősök fogadták a ballagó két osztályközösség diákjait. A végzős tanulók hagyományos módon versekkel, dalokkal köszöntek el iskolájuktól. A végzősök nevében Mizák Anna intett búcsút az általános iskolás éveknek. A diák beszédében hangsúlyozta azt, hogy kitörölhetetlen emlékekkel, mint például az osztálykirándulásokkal, barátságokkal lettek gazdagabbak. A búcsúzó köszönetet mondott a pedagógusoknak a kitartó munkáért és a bátorító szavakért. A hagyományos zászló átadáson a ballagók ifjabb társaikra bízták az intézmény lobogóját, amelyen egy-egy idézettel díszített szalag jelzi a 2015-2016-os tanévben elköszönt nyolcadikosok emlékét. A szalagkötés után a hetedik osztályosokhoz került az intézmény krónikája is. Rácné Váradi Éva igazgató beszédében kiemelte, hogy a ballagás kettős érzést alakít ki mindenkiben, hiszen nehéz az elvárás, azonban az új kihívásokkal teli évek következnek, amelyek meghatározzák majd az egész életüket. Az igazgató emlékeztette a tanulókat arra, hogy mindenki különleges, azonban minél hamarabb fedezzék fel magukban azt, amiben igazán tehetségesek, és azt valósítsák meg bármi áron. Az igazgató beszéde után nyújtották át a hagyományos kitüntetéseket, elismeréseket, a kiváló tanulmányi közösségi munkáért, a művészeti képzésben, a sportban nyújtott kimagasló teljesítményért. A Rákóczi plakettet Kis Bettina kapta, a Kis Attila Alapítvány Mizák Annát jutalmazta, a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT elismerését Béki Zsombor vette át, míg a Kulcsár Anita Alapítvány Géci Márkót tüntette ki. Művészeti díjban Vince Kinga részesült, a diák önkormányzat díját Ónodi Csaba vette át, ebben a tanévben Tótné Nógrádi Györgyi kapta az évpedagógusa díjat. Az ünnepség végén a diákok az igazgató és az igazgató helyettes vezetésével az intézmény udvarára vonultak, ahol mindenki a levegőbe engedett egy léggömböt.